A következő vendégemet már gyermekkorától érdekelte a növénytermesztés, és nagyon szerette az erőset. Ennek kapcsán beszélgetünk most. Szeretettel köszöntelek, Olivér, a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok! Hát nagyon sok ember szereti az erőset Magyarországon, de hát senkiből nem lesz, vagy nagyon kevés emberből lesz csili termesztő, és te az vagy. Hát hogyan kezdődött ez az egész dolog? Az egész úgy indult, hogy kiskoromtól kezdve nagyon szerettem a növényeket, sokat termesztek is, szóval a konyhakert az mindig bővült és bővült és bővült. Mi volt az első, arra emlékszel? Az első növény? Paradicsom. Paradicsom, igen. Igen, és akkor a csípősöt is nagyon szerettem mindig is. Nagybátyám volt Mexikóban, és hozott nekem halapenyó paprikát, meg habanérót, ilyen kosztolónak, hogy milyen ad, és akkor magát elvetettem, és akkor az ilyen kegyetlen erősnek. Vagy nagyon tetszett, de viszont kegyetlen volt a hegyeserős paprikához képest. És akkor egyre jobban érdekelt, hogy ha ennyire csip, akkor van ennél még erősebb, akkor az milyen. És akkor így bővült a paletta, közben a kert is bővült minden. És akkor 2017-re lett az összes, már túltermelés volt a paprikából, illetve így csinálgattam, próbálok ilyen szószokat. És akkor is merősök körében úgy megtetszett. És akkor gondolkoztam előtte, hogy ez lehetne, ugye ezt ők is igényelték, hogy lehetne ebből akár eladásra is készíteni. És akkor lettem így őstermelő, meg legkorábban eleszkezve. És a kísérletezést azt úgy kell elképzelni, hogy külföldről rendeltél magokat? Igen. Milyen magokat hoztál a kertedbe Magyarországra? Hát így Trinidad Moruga skorpiont, ami ott van, a sárga színű paprika, az, ami most így a második legerősebb nagyjából még a Guinness rekordok könyve szerint, illetve Corona Reapert, a legerősebbet, illetve Nagajolokján, a Butyolokján jelenlegű, szóval az ilyen a harmadik, ilyen 1 millió fölötti Scoville csípőség, vagy a Scoville az a csípőség paprikának, az azt jelenti, hogy hányszorosára kell higítani ahhoz, hogy ne csípjen paprika, és olyanokat, de így nem tudom felsorolni, mert 26 fajta volt a 17-18-ban a kertben, de abból közben lecsökkent most már egy ilyen 5 fő nagyjából, vagy 4-5 fajta van most már csak, mert annak van értelme. Meg hát gondolom, hogy te kedvenceid is időközben. Igen. Mi az abszolút kedvenc erős chili paprikád? A Carolina Reaper és a jalapeño, vagy a kettő együtt, mert a jalapeño az sanyúsárnak is nagyon finom, meg az enyhén csípős viszonylag, mondjuk úgy, de a Carolina Reaper a legerősebb, szóval az mindenből picike kell abból, csak szóval azért jó. Amikor elkezdtél palántázni, akkor voltak kudarcai? Tehát voltak. Mibe bukhat bele egy kezdő növénytermesztő, aki mondjuk szeretne paradicsomot vagy paprikát ültetni otthon? Tehát mik az alapvető fogások, amiket érdemes megfogadnunk? A paradicsom az még sokkal egyszerűbb, szóval egy gyomnövénynek van számon tartva, szóval sokkal, mindenhol megél, minden, szóval sokkal könnyebb termeszteni. Viszont a paprikát az sokkal nehezebb, szóval sokkal igényesebb mindenre. Akár palántázáskor egy magyar paprikától ez teljesen más. Szóval a magyar paprika az sokkal igénytelenebb, mondjuk úgy, mert ezek a trópusi éghajlathoz vannak szokva, mert Indonéziából és Dél-Amerikából származnak főleg. Így a palántaneveléskor speciális fényre van szükségük. Azon kívül tápozni kell őket. Állandó tápozás kell nekik. Egy bizonyos hőfok kell, szóval teljesen más. Hogyan teremtetted meg ezeket a körülményeket eleinte? Lámpákkal, ilyen speciális lámpákkal. Aztán aki fejlődtek, szóval most is. Szóval be vannak felépítve, szóval van egy olyan polcok vannak a házban, ahol ezek nőnek egészen január elejétől kezdve, meg mindjából 5-6 hónap alatt nő meg a palánta. Kb. A paprika az kb. Egy olyan 4-5 nap alatt kikel a magja, kicsirázik, addig egy ilyen paprika az olyan 3-4 hét alatt csirázik csak ki. És onnantól kezdve szóval ilyen lassú, szóval mire megnő a magból ilyen ekkora méretűre, az nagyjából egy olyan 5 hónap. Türelemjáték akkor az egész. Látunk nagyon szép üvegcséket itt az asztalon. Mesélj róluk, hogy ugye azt említetted, hogy először ismerősöknek készítettél különféle szószokat, ugye, és láttad, hogy volt rá igény. Mi volt az első
ami megjelent egy ilyen szép üvegcsében az első. Hát ők most pont nincs, itt, a citromsárga, abból a sárga paprikából, tehát a lapja, a Turbo névre hallgatott. Ez érdekesség, mert egy horvátország nyaralás során csináltam először, mert pont akkor érett meg, és pont meg kellett volna főzni, különben megromlott volna, és így ott csináltam először. Egy ilyen különbözően erős, nagyjából egy késhegynyi kellett áll levesbe, szóval az a különbözően erősségű, ő volt az első, illetve az erős orli, ami ott van, aztán a másik. Sok időbe telik egy-egy ilyen szószt megálmodni? Szó szerint megálmodás, némelyik, szóval most is van egy pár olyan, hogy tényleg szó szerint így jött, hogy abba kipattant hirtelen reggelre, és akkor megpróbáltam elcsinálni, és ízelés alapján, mint az összes, szóval mindegyik az ízel alapján. Mik a visszajelzések egyébként, hogy akár itt a budafoki szomszédok piacán, melyiket viszik a legjobban, melyiket szeretik? A Karolina Reaper-t, a legerősebbet. Hát ezt a hatott nagyjából a dienteseket főleg, de a csili és mustárra a kedvenc, a közkedvelt, a legközkedveltebb. És hogyha valaki megkérdezi akár a piacon, hogy milyen ételekhez adjuk hozzá ezeket, akkor mit szoktál elsődlegesen ajánlani? Tehát a levesbe mondjuk? Levesbe például. Mondjuk a Karolina Reaper az mindenhez jó, szóval mindenbe, mindenfőre levesbe. Versenyekről is beszéljünk. Mi volt a legutóbbi? Melyik terméked? Az Erős Oli Amerikában, az International Flav Awards-on, Wisconsinban lesz ezüstérmes. Ez egy darált paprika, darált, ilyen sós, de csípő, szóval ilyen picike belőle, és nem viccel a só az ízét az ételeknek, szóval egy olyan termék. De igaz, ilyen hungarikum, mondhatjuk úgy is. És mikor neveztél először ilyen versenyekre termékedet? Meg egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy megméresd magad? Hát az egész úgy indul, hogy 2008-ban indultam először egy ilyen versenyen, ilyen próbaként, hogy mi lenne, ha akkor őszén, és akkor annak egy évvel később, szinte fél évvel később lesz az eredménye meg, ahol a csipogó csipott le, áfonyás barbecue szósz, az is amerikai verseny volt, bronzérmes lett. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és akkor nézőinknek még elmondjuk, hogy akkor minden héten, pénteken és szombaton kint vagy a budafoki szomszédok piacán, igen, és ott meg lehet venni a termékeidet. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm.